Sziasztok! Engem Betlenfalvi Ádámnak hívnak. Én az Inside Drámának, nek a non-profit Kft-nek vagyok az ügyvezetője, az egyik alapítója. De amúgy igazából én így a problémák, a konfliktusok, az ütközések bizniszében utazom, drámapedagógiával foglalkozom, színházi neveléssel, és tulajdonképpen ez az a terület, ami beépült a dráma, hogy mik azok a konfliktusok, problémák, amik adódnak. De nem csak ilyen szempontból volt nagyon izgalmas hallgatni mind a négy előadónkat a mai délelőtt folyamán. Nagyon izgalmas volt, ahogy a különböző területek így puzzle-ként össze rakódtak a számunkra, így az üzleti élettől viszonylag távol álló embertől, de mégis a vállalkozásban valamennyire résztvevőként. És azt terveztük, hogy jó lenne egy beszélgetés, amiben egyrészt az előadók is beszélgethetnek, reagálhatnak egymás gondolataira, egymás nézőpontjára, másrészt pedig tényleg őszinte az a szándék, hogy nyissuk a beszélgetést felétek. Úgyhogy, és hogyha valaki hozzászólna, akkor jelezzétek. Nekem próbálom monitorozni közben az egész termet. Jelezzétek, amikor beszéltek, addig nyugodtan vegyétek le a maszkot, hogy lehessen hallani titeket. Persze a vírusokat tartsátok meg magatoknak, ennyire lehet. De azért szeretném elkezdeni ezt a beszélgetést, és mutattál egy nagyon számszerű adatot itt az elején, és ahhoz kanyarodnék vissza ez a 4,6-hoz, amit ugye egyetemen azért már fölfelé szoktak kerekíteni, vagy iskolában, de hogy a hatás erősebb így, hogy lefelé kerekítjük, és igazából, hogy ez az egyetemistáknak ilyen százaléka az, aki vállalkozni szeretne. És ez így megragad bennem, főleg azért, mert pont a 10 éves fiam éppen azon gondolkodik, hogy ő biztos, hogy saját céget szeretne. Tehát, hogy nekem egy ilyen éles kontraszt volt ebben, még azt nem döntött el, hogy miben fog saját céget csinálni, amiből saját kertesháza lesz, ez nagyon fontos. De hogy egy ilyen szempontból nézve is azért elég meglepő. Nem tudom, hogy nemzetközi viszonylatban is, de hogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit gondoltak erről, hogy ez egyrészt mennyire jellemző, másrészt mik az okai ennek, hogy mennyire általános, mennyire az egyetemistákról szól, mennyire addigra alakul ki, vagy veszítik el az álmaikat mondjuk az ilyen kisebb gyerekekből felnővő egyetemisták. Hogy látjátok ezt az adatot, hogy ez mennyire releváns, hogy mennyire egy probléma egyáltalán, vagy ez így normális minden társadalomban, hogy ennyien akarnak vállalkozni? Reagálhatok elsőként? Megköszönöm. Ugye ez egy nemzetközi kutatás, tehát ezen a módon azt gondolom, hogy a relevánsnak tekinthetjük, ha elhisszük, hogy a kutatás mint olyan, az azért így tud mondani olyan számokat, amit többé-kevésbé el lehet hinni. Nyilván ennek a keret korlátaival is tisztában kell lenni, és az egyik az pont ez, amit kiemeltél, hogy ez egy egyetemistákról szól. És ez nagyon fontos, mert alapvetően más kutatások alapján meg teljesen egyértelmű, hogy a nem egyetemisták sokkal inkább el tudják képzelni, hogy vállalkozóként működjenek, tehát például a szakmunkások között azért sokkal evidensebb, hogy van egy olyan lehetséges pályakép, hogy akkor én burkoló vagyok, és akkor majd a saját vállalkozásomat viszem, és ha jól megy, akkor még öt másik burkolót fogok foglalkoztatni, és akkor ez tök szuper. És hogy ezért ez, tehát az egyetemista korosztály, vagy az egyetemista közegben valószínűleg ezért ez egy kicsit valóban alacsonyabb. A másik, ami szerintem ebben fontos, hogy én azt jónak is érzem, hogy ha a fiatalokban van egy olyan gondolat, hogy szerezzenek úgy tapasztalatot a világban, hogy nem csak az van, amit ők megteremtenek, hanem hogy előbb így befogadnak dolgokat, akár egy munkahelyen, vagy hogy így találkoznak más közösségekkel, megismerkednek azzal, hogy hogyan működnek közösségek, és aztán majd felépítik a sajátjukat. Tehát, hogy azt mondom, nem feltétlenül álmok elvesztését jelenti. Egy kicsit lehet, hogy elbizonytalanodást, amit én személyesen azt mondom, hogy ebben valószínűleg a mi oktatási rendszerünk benne van, hogy sikeresen az egyetemista egyetem végére elbizonytalanodnak annyira az emberek, hogy inkább mennek valami biztos felett, hogy ez nem jó. De hogy ez egy, tehát az a fajta gondolkodás, hogy én létre akarok hozni valamit, az szerintem megvan, az, hogy ennek látom a vállalkozásként a keretét, meg hogy mennyire látom az pozitívnak, szerintem abban van például nagyon nagy különbség, és ez Magyarországon
szintén kutatásra tudok hivatkozni, hogy Magyarországon ebben állunk nagyon rosszul, hogy ennek még mindig van egy kicsit egy ilyen negatív konnotációja a vállalkozó szónak. A startup az most innen a feljött, hogy a startup az menő, meg az tök jó, és a startup az jó, a vállalkozás az nem jó, ami szerintem egy ilyen nagyon furcsa distinció, hogy szerintem tök menő burkolónak lenni, meg péknek, meg könyvelőnek, meg egy csomó mindennek, hogyha valaki ebből magát meg a családját eltartja, meg létrehoz valami. De hogy ebben van szerintem ugye ez nagyon fontos szerintem Magyarországon, hogy itt van egy ilyen rossz konnotáció, hogy a vállalkozó az ilyen lila öltönyben simiskedik, és csak a pénzért csinálja. Ami alapvetően egyáltalán nem igaz, és ez egy magyar sajátosság, hogy ezt mi látjuk. Vagy sokan látják így. Nem tudom, hogy reagálnátok erre. Én annyit mindenképpen hozzáfűznék a lila öltönyhez, hogy a GMK-zás szó szerintem az nem sokaknak ismerős. A maszek szót a magánszektorban talán Kevér Dezső találta föl, nem vagyok benne biztos, de az ő nevéhez fűzik, és a maszeknek, maszek szónak, vagy maszeknak azért volt egy erős negatív konnotációja a maszekban, a mai okosban megoldjuk körülbelül ennek. A hozzárendelődése picit a szinonimája, és most, hogy belegondoltam, valóban meglepő, de elfogadható az, hogy évtizedeken át nyúlik az érzés, kitart az érzés, hogy itt ez valami nem egészen érthető. Szerintem ez az egyik aspektus, hogy van ez a reputáció vesztessége a vállalkozó szónak. Úgy tudom, hogy Hollandia például egy nagyon intenzív vállalkozó ország, KKV ország. Másfelől meg azért nem olyan régóta lehet sokféle szabály és keret között vállalkozni, ennek még csak 3 vagy 4 évtizede. És hát ehhez hozzá is kell nőni bátorságba. Úgy tudom, Arisztotelész azt mondta, hogy a legelső berény a bátorság, vagy a legfőbb berény a bátorság. Tehát, hogy addig azért az emberek bemasíroztak reggel a munkahelyre, én rosszul vagyok ettől a szótól, ott vagy a körmüket reszelték, vagy eltöltötték az idejüket, vagy tényleg dolgoztak, nagyon sokféle volt, és aztán hazamentek, és az, hogy ez átalakuljon, hogy az ember felelős legyen, és hiszen a felelősség szó még nagyon fontos, azért, hogy ez az én bizniszem, ez az én vállalkozásom, könyvelnem kell, felelős vagyok az embereimért, a termékeimért, a folyamataimért. Hát ez egy új dolog, és társadalmi szinten kell hozzászoknunk, ami lehet, hogy több, mint egy-két évtized. De akkor azt mondod, hogy tulajdonképpen ez egyfajta visszatartó erő, ez a felelősségvállalás, akár a saját megélhetésem, a családomért, vagy másokért, meg pláne, hogy ez egy erős visszatartó erő lehet ebben a közegben, amiben vagyunk. Jól értem. Én abszolút egyetértek. Én úgy gondolom, hogy igen, mert van egy ilyen félelem, hogy mi van, ha nem lesz a jövő hónapban projekt, mi van, ha nem lesz negyed év múlva megbízás. De hát a frisszóló hegymászók is vagy csak felmásznak, tehát hogy végül is így ért az emberiség nagyon sokáig, hogy vagy jön a vad, vagy nem jön a vad. Tehát, hogy az, nem az a reális szcenárió, hogy beülök valahova, és aztán életem végéig kapom a feladatot és a fizetést. Ez egy sokkal szűkebb szegmensre érvényes szcenárió, mint ezt gondoltuk szerintem évtizedekkel korábban. Csak elszívődött egy tök konkrét sztori arról, amit most mondott Zsuzsa, hogy ezt megengeditek, hogy van egy Tom Szárki nevezetű vállalkozó, akit ha nem ismertek, akkor nagyon érdemes megnézni, mert egy hihetetlen fazon magyar származású, még mindig iszonyatosan fiatal, és a környezetvédelemből kezdett el vállalkozást építeni, és mostanra sok milliós dolláros cége van, tehát hogy egy nagyon-nagyon szép történet, ő nagyon szívesen beszél is erről egyébként sokszor, és hogy ő azt mondta, hogy amikor ő már dollármilliómos volt, amikor még 20 éves volt, és ugye van magyar kötődés, hogy elég sokszor van itt, és ezt mesélte, hogy amikor idejött Magyarországra, és elmentek csajozni az egyik barátja, akkor az mondta neki, hogy nehogy mondja ezt így ilyen kocsmában, vagy nem tudom, mondja, hogy ezt csinálja, mert hogy ez itt így nagyon, nagyon nem menő. Tehát, hogy ez nem fog menni, szóval ne ezzel kezdje, hogy egy nagyon sikeres állalkozó, mert ez itt nagyon rosszul fog hangzni. És azt mondta, hogy ez egyszerűen nem értette. Hogy Amerikában ez tök alap, hogy azt, hogy 25 évesen ezt tudja mondani, hát az a legjobb dolog a világon, és ezt így megtanulta, hogy ez a testi éjszakában nem így hangoztatni. Jó tudni. Jó, ez már pár évek volt. De ez változott? Most nála szerintem? Remélem. Nem tudom. Jó.
Máté, te viszont ismerve egy kicsit a háttérsztoridat, de hogy te viszont egy tulajdonképpen elég ilyen vállalkozó szellemű ember vagy, nem? Vagy nem tudom, hogy te magadat hogy látod. Mert azért, vagy csak így, még én is ilyen legalább 3-4 olyan nagyobb váltást, fordulatot tudnék sorolni, elmondani az életedben, amikor nem csak munkahelyeket, hanem ilyen nagyobb irányokat váltottál benne. De és ebben eleinte azért elég sok konkrét vállalkozás volt, akár kulturális, akár üzleti, de hogy mitől más az, hogy ilyen alacsony a vállalkozó kedv, akkor benne, vagy nem tudom, hogy személyesen, hogy látod, hogy neked ez miért életedben miért alakult másképp? Hát egy kicsit, és ezt most nem tudom, hogy mennyire egyéni választásra pedig így jöttek szembe a dolgok, ezt majd, hogyha az önéletrajzomat leülök és megírom, hogy nem gondolom pontosan, hogy olyan van, ami a tervődésedben is elhangzott, hogy teszem azért ez fontos, hogy tehát az embernek mennyire van problémaérzékenysége. És az, hogy a probléma érzik, tehát hogy megtalálják őket a problémák, vagy ő keresi a problémákat. Szerintem azért, és ebben sem vagyunk egyformák, tehát nyilván az életútjainkat ez is befolyásolja. Hogy nekem valahogy ez mindig vagy a... Úgy ott találtam magam ilyen problémás helyzeteknek a... Vagy én problematizáltam egy helyzetet, amiben lehet, hogy benne van az, hogy ez a fajta... Ja, ez meg ugye te előadásodban volt, hogy milyen érzelmeket, vagy mennyire vált belünk érzelmeket, vagy hogyan kezeljük a helyzetek által kiváltott érzelmeket, hogy mit csinálunk vele. Ugyanakkor én alapvetően, hát aki ismert, szóval viszonylag olyan nyugodt vagy olyan sztoikusabb beállítottságú ember vagyok, de ennek ellenére, amikor így egy ilyen problémás helyzetet látok, akkor az úgy nem hagy hidegen. És tehát amikor utalsz el, hogy új dolgokba fogtam, vagy új dolgok megvalósítására vállalkoztam, az mindig az volt, mert van, hogy nagyon egyértelműen föl a dombra egy problémás helyzet, és ezzel valamit kezdeni kell. És attól kezdve ez, hogy vállalkozol arra, hogy egy problémát megoldj, megpróbálj megoldani, ami ugye általában egy hosszú folyamat, tehát ahhoz kell valamifajta, amit én is próbáltam valami, valamifajta stratégiai szemület, ami persze ezt egy túlzás így mondani, de lépések egymás utánja, tehát el kell valahol kezdeni, de úgy kezded el, hogy tudod, vagy sejted, vagy remélet, hogy ez valahogy lesz egy kifutás, és megy tovább. Ebből automatikusan akkor keletkeznek olyan kis vállalkozói helyzetek, amikben aztán, hogyha benne maradsz egy ideig, akkor te magad leszel a vezetője, vagy az irányítója. Tehát ugye ez egyik, amit a saját tapasztalatom eltudom, valahogy mindig ilyen. Vagy szembe jött egy probléma, vagy én kerültem egy helyzetbe, amit rettentő problémásnak és megoldandónak láttam. Lehet, hogy nem volt igazam, de így álltam hozzá. A másik része az, és hát erre is többen hivatkoztatok, és hát persze hatalmas közhely, de mégis valahogy azért a hétköznapokban megélni nem annyira evidens, hogy csapatban dolgozni, vagy valahogy kialakítani olyan működő, együttműködő szervezeteket, és együttműködő egységeket, amik ezeket a probléma megoldásokat lehetővé teszi. És azt szerintem már önmagában nyilván persze egy munkahelyen, vagy egy intézményen belül is az a cél, hogy ez a csapat, amelyik a gondjaidra van bízva, az jól működjön, tehát ilyen szempontból nem mondom, hogy ez a vállalkozói létnek a sajátossága, de az, hogyha valamit így magad építesz, ott az elkerülhetetlen, hogy jól le legyen osztva, hogy ki legyen alakítva egy ilyen csapatszeretet. Például, amikor én arról szoktam kérdezni, vagy én magamat szoktam kérdezni, mire vagyok, hogy büszke így az elmúlt negyedszázados munkával, akkor például biztos, hogy büszke vagyok, hogy akikkel a krétakörben úgy összehozott az élet, a 90-es évek végén, 2000-es évek elején, az a csapat, amelyikkel ott elkezdtünk dolgozni, vagy kialakult, azokban nagyon-nagyon sokan, szinte mindenki a mai napig ott, különböző helyeken fontos szakemberré tudott válni, tehát hogy benne maradt a szakmában, hogy abban folyamatosan fejlődött, hogy abban mindig megtalálta magának az értelmes feladatot, és meghatározó, vagy koordináló szerepbe tudott lépni. Tehát, hogy, és az onnan van, hogy mi ott
ott volt egy ilyen keltető, vagy ugye ma ezt inkubátornak neveznénk, fogalmam sem volt arra, hogy ez így történt, de ott nagyon erősen éreztem a szükségét annak, hogy így hozzak össze a csapatot. Nyilván 99% szerencse volt benne, de 1% szándék, vagy eltökéltség. Tehát szerintem ez a másik. A harmadik pedig, ami, és ma megkíméltelek titeket ettől, de majdnem hoztam egy ilyen típusú prezentációt, de bennem nagyon erősen van egy ilyen rendszer szintű gondolkodás, amit szinte valamelyiket ők mondott, hogy hát látni kell az általános keretet is, tehát hogy ez bennem állandóan, tehát hogy a konkrét probléma megoldásából én nagyon gyakran, vagy rögtön át szoktam menni az ilyen struktúrális szintű. Tehát a big picture az borzasztóan érdekel, meg hogy mit lehet ezzel a big picture-rel kezdeni, még akkor is, hogyha nyilván a saját szintünkön, ahogy te is mondtad, nagyon tudni kell, hogy mi az, ami méretarányos, vagy a lehetőségeinkhez képest elérhető változás, de hogy tehát engem nagyon-nagyon foglalkoztat mindig, hogy az általános közeg, amiben élünk, meg azok a trendek, amikor haladunk, azok mennyire befolyásolják a mi munkánkat, és mit tehetünk hozzá. Tehát szerintem mondjuk ez a három, ami miatt én így működök, és ami miatt abszolút osztom azt az optimizmust, ami a te előadásod is benne van, hogy mindig, tehát, hogy robotok ide, meg Celsiusok oda, szóval, hogy azért mindig lesz, tehát abszolút mindig lesz feladat és lehetőség, amit meg kell oldani, ha ilyen, tehát, hogy én borzasztó optikus vagyok ilyen szempontból, hogy mindig lesz dolgunk. Köszönöm. Cilis, azt akartam megkérdezni, hogy ti magatokat, tehát a Vajót, azt tulajdonképpen egy vállalkozásként látjátok, egy civil szervezet, egy egyesület, és nyilván ez egy jogi keret, tehát ad a működése meg egy forma, de hogy magatokat ilyen vállalkozó kedvű embereknek, vagy értékeket képviselő vállalkozói értékeket képviselő embereknek látjátok, a tevékenységeteket egy vállalkozásnak is tudjátok-e tekinteni, vagy ez teljesen idegen ettől a civil működéstől? Te hogy látod ezt a... Hát nem idegen, mert egyrészt lett egy ilyen, tehát olyan fordulata a civil szektorba is, hogy nincs adott pénz. Tehát, hogy ugye ez a pályázati struktúra azért így eléggé felszámolódott, és hogy szerintem a maga a kontextus is belenyomta a civil szerveződéseket, hogy vállalkozásként tekintsenek magukra, meg kezdjenek el működni. Tehát, hogy nincs ez a, vagy legalábbis kisebb az a kiszámíthatóság, ami korábban volt, és emiatt egyszerűen olyan helyzet alakul ki, hogy elkezdesz vállalkozóként működni, meggondolkozni. Szóval, hogy én emiatt azt gondolom, hogy most igazából mindegy is, hogy tekintünk magunkra, de hogy egyszerűen kénytelen vagy úgy működni. Annak érdekében, hogy meg tud csinálni azokat a dolgokat, amiket mondjuk fontosnak tartasz. Aha. Tehát, hogy amikor rájössz, hogy azt ahhoz, hogy feszegesd a határokat mondjuk bizonyos ügyekben, ahhoz egyszerűen más, hogy kell működnöd, mint ebben a hogy kiszámítható, hogy én akkor tudom, hogy ezt meg ezt csinálom. És hogy jön a pályázati lehetőség, igen. Akkor pályázok rá, ha nem jön, akkor altatjuk a dolgot. Igen. És hogy ez a civil szektorban ugye egy nagyon nagy téma volt így az elmúlt, nem tudom én, 15 évben, hogy kihozni a civil szervezeteket ebből a pályázatorientáltságból, és hogy azt mondja nekik, hogy figyelj, neked van egy missziód, te ezt akarod közvetíteni, akkor te alakítsd úgy magad körül a helyzetet, hogy neked mondjuk valaki adjon pénzt arra, vagy erőforrásra, nem feltétlenül pénzt, akár önkéntes időt, tudást, nagyon-nagyon sok mindent, és ugye szerintem szintén tök fontos, hogy itt nem csak pénzről van szó, nagyon sok esetben ahhoz, hogy bizonyos problémákat meg tudjunk oldani. De szerintem egyébként ez egy Magyarországon egy ilyen blokkoló tényező, hogy tök sokszor azt mondjuk valamire, hogy azért nem lehet megcsinálni, mert nincs pénzünk. És nem gondoljuk végig, hogy egyébként azt a problémát még milyen egyéb eszközökkel és módszerekkel lehetne megoldani, és nem csak úgy, hogy így odaadunk valakinek pénzt, és akkor ezt már most nem akarom bagatellizálni a szegénységet, mert nagyon sok minden pénzkérdés, de hogy nagyon sokszor meg egyszerűen attitűd, meg szemlélet
váltás kérdése, hogy egy problémát meg tudunk oldani, és hogy ott akkor meg úgymond vállalkozóként működsz, vagy ja. Most mit tudom én, mit értünk alatta amúgy, valószínűleg tök más, ezt itt mondtad, hogy mindenki más ért alatta, de hogy ez a szuper alkalmazkodó és a lehetőségeket kihasználó üzemmódban van ilyenkor az embernek az agya, hogy oké, ezt akarjuk megcsinálni, akkor ezt hogy és hogy és hogy tudjuk megcsinálni. Igen, Palas. Én nekem teljesen tetszik, amit te mondasz, mert hogy igazából azt a Máté, te előadásodban alkalmazott az értékajánlat szó, ami egy ilyen, nem mondtuk itt meg, vagy nem magyaráztuk itt meg, mint fogalom, de hogy ez a kinek milyen problémájára milyen választ adok, mit mond egy vállalkozás, egy misszió, egy akármi. És ugye én szerintem ez tök fontos, amit most Cili felvetett, hogy az, hogy vállalkozói szemléletben működtetni egy ilyet, az azt jelenti, hogy végig tudom azt gondolni, hogy az a dolog, amit én adni akarok, az van-e egy olyan csoport a világban, akinek elég értékes ahhoz, hogy adjon érte cserébe valamit. És így igazából ennyi, és ez lehet, hogy nem pénz, hanem idő, és hogyha nem, akkor el kell gondolkodnom azon, hogy akkor mit kell változtatnom, vagy hogy tudom másképp elmondani, vagy mit kell másképp csinálnom, hogy elég értékes legyen, hogy adjanak érte valamit. Tehát azt mondod, hogy lényegében ez ugyanaz, akár civil szervezetről van, az akár üzleti vállalkozáshoz, hogy az én, azt, amit én meg akarok valósítani, az van-e elég nagy közösség, akikkel ugyanazt akarjuk, az én célomhoz tud-e kapcsolódni elég ember ahhoz, vagy a termékemhez, vagy nem tudom, tud-e kapcsolni elég ember ahhoz, hogy tulajdonképpen valami történjen. Hát, hogy adjon érte valami. Hogy adjon érte valamit. Időt, érdeklődést, energiát, bármi. Értem. Igen, ez jutott eszembe, hogy tegnap olvastam a Kubiton, remélem olvastatok a Kubitot. Szóval 444-ről lehet elérni ilyen tudományos nagyon jól fogyasztatott olyan cikkek, majd a Marosán Györgynek volt egy cikke a cseréről, mindegy, csak olvasnátok el pont elfogosan, ami erről szól, meg, tehát mindig a társadalmi fejlődésben, és hát a mai társadalmi fejlődési szakaszunkban is ez a kérdés, hogy ezeket a csere folyamatokat hogyan lehet hatékonyan lebonyolítani, és hogy kiknek a kezében, vagy milyen külső szabályozókon múlik az, hogy mennyire intenzív tud lenni a csere, mert és akkor szépen végig írja. És csak visszatérve még az előző kérdésedre, szintén ebben a cikk alapján, hogy az államnak mekkora szerepe van abban, hogy ezeket a csere folyamatokat szabályozása, tehát azért Magyarország annyiban lehet más, mint Hollandia, vagy más példák, amennyiben az állami szerepvállalás is különböző, aminek egyrészt ugye része az a 40 év, ami a 20. század második felében egy másik társadalmi berendezkedést, tehát egy vállalkozó barát társadalmi berendezkedést hozott létre a szüleink, vagy a ti nagyszüleiteknek a generációjában, meg az, hogy az elmúlt 30 évben ennek a bizonyos előző 40 évnek a rutinjai milyen módon éltek tovább, és hát ugye milyen művészeti szférával vagy színházzal foglalkozunk, ugye mi elég sokat beszélgettünk arról, hogy azok a létező struktúrák, amit mindig az állam például ezen a területen fenntart és felkínál, az mennyire domináns, és ezáltal mennyire kevés teret ad már csak annak a gondolatnak is, hogy lehet másképpen csinálni, és azok számára, akik pedig ezzel a gondolattal birkoznak, nagyon sokszor az a kérdés, hogy ez mennyire egy ilyen olyan árnyékban való tevékenykedés, ahol fű sem nő, tehát, hogy mert ez annyira erős még mindig a létező fáknak, vagy struktúráknak a lombkoronája, hogy nagyon kipusztítja az alanyvezetet. Tehát én is szempontból ez szektorkérdés is, ami tekintben mondjuk ezek a szektorok, ahol az állam szerepvállalás döntő, azok ilyen szempontból kedvezőtlenebbek, vagy nagyobb harcokat kívánnak meg, mint más szektorok, ahol az állam bármilyen oknál fogva hátrébb vonta magát. Ez kapcsolódik, mert az oktatás is egy ilyen állami szektor, vagy hát egy részben, tehát hogy legalábbis az állami oktatás politika az nagy mértékben befolyásolja, vagy meghatározza ezt a szektort. De nem is biztos, hogy ehhez kapcsolódik a kérdésem. Nagyon
hasznos volt az a megfogalmazás, azt hiszem, a te részedről, hogy tulajdonképpen ezekkel vállalkozó kompetenciák, ezek életkompetenciák. Tehát, hogy nem csak feltétlenül az a cél, hogy rengeteg vállalkozó legyen, hanem az, hogy jobban éljenek az emberek, hogy ezeket a készségeket, vagy jobban tudjanak egymás közösségért felelősséget, már jobban kommunikáljanak, probléma megoldó szemléletük legyen, stb. Tehát, hogy ezek mind hasznosak az életben. Hogy engem nagyon érdekel, és utána átengedem a terepet majd, hogy kérdezzetek, de hogy ti hogy látjátok, hogy mi segítheti azt, hogy ezek nagyobb körben, vagy jobban átadhatóan jelenjenek meg az életünkben, vagy hogy több ember sajátítsa el ezeket a kompetenciákat. Tehát, hogy mi segíteni azt, hogy fejlődjünk ezen a területen. Változzon az élet Magyarországon ezen a téren. Zsuzsa? Biztos nagyon sok társadalmi, vagy politikai, vagy gazdasági változásra is szükség van. Viszont szerintem, ha példákat ismerjük, és nagyon jó példák vannak, akkor hát az egyénnek az a saját felelőssége, hogy változni tudjon, és ha rápillanthat arra, hogy azért abban, hogy vállalkozók vagyunk, abban ott van egy lehetőség, hogy az ember semmiből egy új világot teremt, vagy teremt valamit, most nem vállalkozói példákat hozok, egy angol lord ugye nagyon szeretett kártyázni, ebédelni se akart, ezért a húst két kenyér közé fogta, egy lord szendvics volt, és ő találta fel a szendvicset, vagy Florence Nightingale találta fel az ápolónőt, tehát nagyon sok olyan dolog van, amit az ember szeret csinálni, vagy fontosnak tartja, vagy ráébred, és akkor egyszerűen csak egy magasabb szinten, társadalmi szinten megvalósítja, és akkor azt lehet mondani, hogy ennek a borvidéknek én csinálom a legfinomabb fehérborát, sőt, nekem van egy ismerősöm, aki természettudós volt, de abból nem élt meg, így elment pénzügyi elemzőnek, azonban pár hetet Amerikában töltött, ahol beleszeretett a bégelbe. Hazajött, és hát sehol nem kapott jó bégelt, és akkor megnézte a receptet, sütött otthon, a család örült neki, de hát rájött, hogy sütni is szereti. Tehát, hogy másnap is szeretne sütni. És nem élt meg ennyit a család, és felhívott egy kávézőt, hogy ő vinne oda egy tápsi bégelt reggel, mert ő szereti ezt sütni, mondták, hogy mennyibe kerül, mondta, erre nem is gondolt, tehát ezt leadná, ezt a kis bégelt, a hobbiának a végeredményét, mert ilyen furcsa, különleges bégeleget süt, hogy rozmaringos meg ilyenek, és most ezt illeszti a másik tevékenysége mellé, és van az életének egy vállalkozó aspektusa is. Tehát már az idézett Csíkszentmihályi mondta azt, hogy a legfontosabb, nem ő mondta, hanem az ő egyik interjúalanya mondta a könyvében, hogy a legfontosabb ügyfél az a család, én pedig egy pénzügyi vezetőtől hallottam, hogy az élet az egy sales, ami azért egy komoly igazság. Szóval, hogyha az ember a saját magából kiindulva mer nagy levegőt venni, és amit szeret, nyilván abban tud a legjobb lenni, mindenki abban tud a legjobb lenni, amit szeret, azt valamilyen más megközelítéssel csinálni, azzal tényleg hatni lehet a társadalmon, nyomot lehet hagyni rajta, ha csak egy kávézóban, de lehet, hogy egy városban, vagy egy országban, és az valami csodálatos élmény. Az valami csodálatos élmény szerintem. Mikor több vagyok, túlnövök magamon. Nem tudom, hogy van-e más gondolat még ennek kapcsán, hogy mi az, ami még... Én szerintem kicsit ilyen kettős dolog van a fejemben, mert egyrészt azt akartam mondani, hogy ennek az ilyen demisztifikálása ennek az egész vállalkozói létnek, tehát hogy ez nem egy ilyen, hogy ez ugyanaz, hogy emberek elkezdenek bégelt sütni, és akkor abban lesz a vállalkozás, szóval, hogy ez nem egy ilyen iszonyatosan bonyolult dolog, meg egy csomó olyan dolog van benne, amit mind csinálunk minden nap, és szerintem ez nagyon fontos, és akkor ehhez viszont most már a beszélgetésből jutott eszembe az, hogy ez a Máté többször hozott be olyan szavakat, hogy valami, ami eddig is volt, csak most elkezdjük máshogy hívni, és akkor most ettől így sokkal trendibb, mert hogy most már inkubációnak hívjuk, és akkor az fantasztikus és innovatív. És hogy ez egyébként szerintem segít. Tehát, hogy egy csomó esetben az, hogy valamit nem vállalkozónak hívunk, aminek van egy rossz konnotációja, hanem ha jobban tetszik, hát hívjuk startupnak, és akkor több ember nyitott rá, vagy hívjuk inkubációnak, és akkor felkapják rá olyan emberek a fejüket, akik korábban ezt nem tették. Én azt gondolom, hogy ez is nagyon fontos. És a harmadik meg az, hogy bármelyik részletét ennek élőben megtapasztalni, az nagyon sokat segít, hogy rájönnek emberek, hogy ezeket tudják.
Tehát, hogy belekerülni egy olyan szituációban, ahol én használni tudom akár azt, hogy a saját ügyem miatt elkezdek csinálni valamit, és rájövök, hogy végül is én most azt csinálom, amit egy vállalkozónak csinálni kell, mert elemzem a kontextust, mert megismerem a környezetet, reagálok az igényekre, és arra egy jó választ adok, hát végül is ez ugyanaz. Uh-huh. És ezzel sok helyen a családban, meg bárhol lehet példákat találni, hogy végül is én most ezt csinálom. Hogy megoldok egy problémát, úgyhogy ez mások is jó, és együtt örülünk neki. Nekem még egy lehetőség eszembe jutott. Ma is érvényben van az a több száz éve hozott szabály, Németországban legalábbis érvényben van, hogy aki elmegy valamilyen szakma képviselőjének, leginkább ez az inasokra vonatkozott, a kézműves inasokra, akkor kell, hogy legyen tanulóéve, akkor 3 évre el kell távolodni otthonról, 50 kilométernél közelebb csak akkor mehet vissza a falujához, ha meghalt valakie. Tehát nagyon szigorúan szabályozva volt, hogy el kell menni a világba tanulni. És találkoztam ilyen emberekkel, hamburgi kikötőben, akik megmondták, hogy ez a szabály él, és rájuk vonatkozik, és ők divattervezők, most jöttek meg Japánból, de még nem mehetnek haza. Még valahol fognak lébecolni, mielőtt hazamennének, és az jutott eszembe, hogy például már Budapesten is, vagy Magyarországon is lehet egyre több turkáló sztálisztról olvasni, ami szerintem egy nagyon kreatív és környezetvédő vállalkozás. Tehát, hogy a réginek és az újnak a kombinációjára szükség van ahhoz, hogy a társadalmunk fenntartható legyen, és hogy mást kell látni, mint amiben vagyunk, tehát el kell távolodni attól, amiben vagyunk egy időre, mert az elképesztő módon kitágítja a világlátásunkat, és inspirál is bennünk. Még egy dolog jut eszembe, az lehet, hogy sem, hogy nem kapcsolódik, de csak de különösen tényleg szerintem egy ilyen sikeres vállalkozási úthoz, tehát a, igen, nem tudom másképp, kerülgettem a szót, de nem tudom másképp, ez az a tisztesség. Tehát, hogy egyszerűen, ami csak az is, nem tudnék nektek egy exakt definíciót adni, biztos nagyban benne van, amit a Zsuzsa ugye önazonosságnak, meg hitelességnek nevezett, tehát valószínűleg innen indul, bár én ismerek rendkívül önazonos és rendkívül lenyűgöző embereket, akik végtelen tisztességtelnek egyébként, és ezzel a tisztességtelenségből faragott imidzsel csinálnak óriási karriert és sikeresek, tehát hogy valószínűleg az önazonosság önmagában nem elég, de hogyha van egy... igen, és ez azért nehéz, csak azért is akartam ezt bedugni, nem tudok rá sokkal többet mondani, de hogy tehát hogyha van egy... Tehát azt tapasztalom, amikor fiatalokkal sokat beszélgetek, hogy ugye van egy olyan fajta benyomás, és aztán erősebb, mint mondjuk amikor én voltam 20 éves vagy pályakezdő, hogy a világ körülöttünk milyen, vagy tehát ti sokkal gyakrabban látjátok a világot, vagy nekem az a benyomásom, hogy gyakrabban látjátok a világot tisztességtelennek és romlottnak és korruptnak, mint ahogy én láttam a 90-es években. És ez nem segít. Tehát, hogy amikor azt látjátok magatok körül, hogy a minták azok alapvetően tisztességtelenek, akkor ez oldatlanul arra hajlíthat, hogy most miért legyek én tisztességes, mondja a költő. Tehát, hogy... De hogy ezzel együtt is azt gondolom, hogy a sikerhez hozzátartozik egyfajta csökönyös ragaszkodás. Tehát nekem ez például gyakran bejött, tehát hogy csak arra gondolok, hogy például mondjuk azért is szerettek velünk dolgozni, akár a színházra gondolok, akár más vállalkozásokra, mert hogy mi mindig mindenkit úgy és akkor és olyan módon fizettünk ki, ahogy ez meg volt ígérve. Tehát hogy például ezt úgy jó lelkismeretet tudom mondani, és szerintem rólam senki nem mondta az elmúlt negyed században, hogy becsaptam volna, vagy nem adtam volna meg neki azt, amit megígértünk. És ez hozzátartozik, ez a fajta kiszámíthatóság, vagy ez a fajta... És hogyha ez van, akkor ez rögtön ellenem egy elül az okos sztereotípiáknak. Nekem egy dolog ugrott be így, de nem, tehát hogy nincs ilyen sok adatom erről, szóval nem tudom alátámasztani semmivel, de hogy szerintem azért itthon alapvetően óriási nagyon bizonytalanság, így az emberek életében, most így nem az emberek életében, és hogy én azért emiatt gyakran látom, hogy mondjuk a bizonyos kockázatvállalásokkal szemben nagy az ellenállás. Uh-huh. Tehát, hogy én azért
alapvetően azt gondolom, hogy sokkal erősebb szociális hálók, meg struktúrák kellenének, tehát hogy ez tök jó, hogy bukjunk néha nagyot, de hogy ez csak akkor teheti meg egy ember, akkor tudja, nem tudom én, a személyisége felvállalni a bukást, hogyha tudja, hogy azért van körülötte megtartó erő. És ez most lehet család, barátok, anyagi biztonság, nagyon sok minden, de hogy azért, és én azt gondolom, hogy azért itthon így nincs meg ez nagyon-nagyon sokaknak, hogy így legyen egy ekkora bizalom az élettel szemben, hogy bukhatok óriási nagyot, mert akkor sem totálisan a tömeg szélén fogom találni magamat. Tehát, hogy ez mindegy, volt egy ilyen nagyon vicces példa, hogy jött egy szervezetfejlesztő, nem a Vajónál, még máshol, ahol dolgoztam, és akkor így volt valami gyakorlat, és akkor erről szólt, hogy akkor mi nem vagyunk kockázatvállalók. És akkor, hogy így ez jött ki, hogy persze, hogy mi ilyen bepunyat magyarok vagyunk, hogy mi nem vállalunk kockázatot. És akkor ott így röhögtünk rajta, hogy így, de figyelj, az egész, hogy egyáltalán itt dolgozunk, meg az már önmagában kockázat. Tehát, hogy így, miről beszélsz? Hogy én még mit vállaljak? Szóval, hogy én nekem így tudod, tehát hogy az egész, hogy érted, hogy nem tudjuk, hogy van-e fél év a fizetésünk, és ez itt tök sok embernek mondjuk nem egy vállalható helyzet volt, hogy mondjuk tudta, hogy valakinek oké, hogy mondjuk nem tudom, hogy fél év múlva van-e fizetésem, de valakinek nem oké, hogy mondjuk nem lehet, hogy ki tudja fizetni az óvodai menzát, vagy mit tudom én. Szóval, hogy hát én azt gondolom, hogy ilyen alapbiztonság, hogyha magasabb szintűek lennének, akkor lehet, hogy így hirtelenében mindenki is egy vállalkozó kedvűbb lenne. Hogyha igen. A biztonság, ahhoz annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy 2015-ben az egész régióban megváltozott a munkaerőpiac, pillanatnyilag 2,7-5,4% között van a munkaerőhiány, Magyarországon 2,7, Csehországban 5,4, ami azt jelenti, hogy hát több lehetőség van elmenni dolgozni, és betöltetlenek ezek a munkahelyek, vagyis a bizonytalanság az nem csak a vállalkozói szférában jelenik meg, hanem kiterjed egy másik pontra is, tehát ezt szerettem volna hozzáfűzni, illetve még az időgazdálkodásról nem esett szó, és Máté, amit mondott, annak alapján azt kell mondanom, hogy a tisztesség az a legjobb időgazdálkodás. Nem kell dupla valóságokat tárolni, nem kell dupla könyveléseket, semmit, minden egyenes, minden transzparens, az nagyon-nagyon jó időgazdálkodás a tisztesség, igen. Köszönöm szépen. Kérdések, gondolatok, hozzászólások, tehát nem muszáj kérdezni, hanem nyugodtan megosztatjátok akár a saját élményeteket, tapasztalatotokat, reagálhatok bármire, ami elhangzott. Nem tudom, hogy van-e valaki, aki hozzászólna most ezen a ponton. Parancsolj! Szívesen hozzászólnék nekem, a Zsuzsához lenne egy kérdésem a Darwin idézettel kapcsolatban, amikor az hogy az alkalmazkodás az egy ilyen fontos emberi teendő, és szerintem pont azért mondta az, amikor a vállalkozás ezzel ellent mond, és erre szeretnék rákérdezni, hogy akkor ezzel mit kezdjük most itt a vállalkozással kapcsolatban. Ellent mond? Szerintem igen. De hogy ez erről mondaná még két mondatot? Szerintem alapvetően itt a kockázatvállalásról, vagy az újítási képességekről beszélünk, arról, hogy van egy biztonságunk ehhez, ami nem egy alkalmazkodásból adódik, hanem egy társadalmi közös nevezőkből mondjuk, hogy jó esetben egy újítási társadalomban vagyunk. Összesebben meg nyilván a folyamatos bizonytalanság ellen csak fogja a kockázatvállalást. Tehát, hogy az alkalmazkodásról mit értsünk, mint vállalkozási? Van a Székelyhalmon tértől nem messze egy kávézó, ahol a Fülton ugye voltam, hogy bejött egy srác, és megkérdezte a pultnál, hogy van-e vegán szendvics. Azt mondták, hogy nincs, és kiment. Másnap volt. Tehát körül lehet nézni, meg lehet nézni a plakátokat, a kínálatokat, ez körülbelül olyan, mint amikor azt hiszem Brian Epstein mondja azt a Beatles kapcsán, hogy amikor az első nap két ember bejött és kérte a Beatles kislemezt a boltjában, a Boniemet, akkor úgy döntött, hogy felveszi ezekkel a fiúkkal a kapcsolatot, mert ez valamit mutat.
Az afrikai Malawi tóban van egy halas sügér, ami még ma is nagyon-nagyon gyorsan evolvál, alkalmazkodik. Ez egy hatalmas tó, és ilyen zegzugok vannak benne, miatt különböző a flóra meg a fauna. Tehát az egyik sügérfaj nem él meg egy pár kilométerrel arrébb, és ma megfigyelik a tudósok, hogy ezek a sügérek olyan gyorsan alakulnak hát, mintha évmilliók telnének el, vagy évtízmilliók közben. Én úgy gondolom, hogy azt jelenti az alkalmazkodás, hogy nincs más választás, hogy vagy észreveszem az ügyfelemnek az igényeit, és akkor ehhez igazodom, ehhez alkalmazkodom, vagy pedig én magam csinálok valami más. Tehát nyilván lehet egy olyan belső döntés hozni, hogy már pedig én csak húsos termékeket állítok, és vannak is ilyen nagyon jó menő vendéglátói egységek. Tehát, hogy annak is megvan a piaca. Csak én is mondanék példát, mert hogy na, Zsuzsa mond remek példákat, de hogy vannak vállalkozóiak, hogy én egészen csodálatos alkalmazkodás példák, és az egyik kedvencem nekem a Wrigley's rágó gumi, amit ugye mindenki ismer, akik, ha jól emlékszem, akkor az volt, hogy először, nem emlékszem, volt az első. De hogy minden esetre árultak valamit, amihez sütőport csomagoltak ajándékba, és a sütőport sokkal népszerűbb lett, mint az eredeti termék, úgyhogy elkezdtek sütőport árulni, amihez rágógumit csomagoltak ajándékba. És így lett végül az, hogy aztán rájöttek, hogy valójában, amit ők jól el tudnak adni, az a rágógumi. Nyilván itt nincs egy erős társadalmi misszió, tehát hogy nyilván itt az volt, hogy valamilyen igényt akartak kielégíteni, de szerintem ez egy csodálatos példa arra, hogy egyszerűen figyeltek arra, hogy mi történik, hogy amit ők adnak, arra hogy reagálnak azok az emberek, akiknek ők ezt adják, és ezen változtattak. És ebből egy csomó minden van. A másik ilyen nagyon jó példa, amit egyébként tökre szeretek, az a Play-Doh nevű gyurma, az remélem így megvan, ami az egy nagyon-nagyon régi cég, és ez fal tisztításra szolgált az a cucc, amikor még szenes kályával fűtöttek, és közben kimentek a szenes kályhár, tehát nem akartak ilyet lenni, és valakinek a cégben a felesége tanár volt, és ő mondta, hogy egyébként az iskolában használja ezt arra, hogy a gyerekek játszanak vele, és akkor kitalálták, hogy jó, hát akkor így nézzük meg, hogy lehet-e ebből gyerekjáték, és lett színes, és azóta egy ilyen jól működő játékcég. Szóval, hogy ezek szerintem jó válaszok arra, hogy nyilván van ennek egy ilyen nagyon magasztos része, amikor a misszió körül kell úgy rugalmasan mozogni, hogy ugyanazt a missziót el tudja mérni, de hogy valójában az alkalmazkodás szerintem egy ilyen, igen, szóval, hogy ez egy pozitív dolog. De ezek nekem mindig ilyen konfliktust okoz, kicsit így a civil létből érkezve, hogy tulajdonképpen az, hogy el tudjak adni gyurmát, az egy misszió, vagy nem. Tehát, hogy azt értem, hogy misszió, hogy élhetővé tegyük ezt a várost. Vagy akár a Dunapartot, vagy nem tudom, akár legyen egy élmény, ami a Dunához kapcsolva Budapesten élek. De hogy ez, nekem bennem ez mindig konfliktust okoz, hogy nem két nagyon különböző dologról beszélünk? Tehát, hogy azért, vagy lehet, hogy ez a gondolat, hogy a profit az elsődleges a vállalkozásban, vagy nem tudom, ez is erősen benne van, bocsánat. Hát szerintem nem két különböző, nyilván vannak olyan vállalkozások, amiknek kevésbé erős a társadalmi missziója, de azt hiszem, hogy olyan sikeres vállalkozás, de most így nézek a többiekre, nem van, akik csak pénzt akarnak csinálni, tehát hogy valami. Vannak olajvállalatok, oké, biztos vannak néhányan, de hogy egy csomó dolog, tehát ugye a nagyon gonosznak tartott cégek is alapvetően nem pénzt akarnak csinálni, hanem csináltak valamit, amiből persze nagyon örülnek, hogy van pénzük. De értem. De hogy van egy csomó misszióvezére, csak akkor akarok mondani olyan példát, ahol nem tudsz ebbe belekötni. A már emlegetett Tom Selleck például, akit tényleg nagyon szeretek és nagyon ajánlom az ő történetét, meg bárhol meghallgatni őt, ahol beszél. Ő a szemét kezdte elzavarni, hogy ő azzal akart valamit csinálni, hogy hulladékcsökkentés, egyetemista volt 22 éves, nulla eszköz, nem tudom. És akkor valahol elolvast az interneten, hogy giliszta trágya az tök jól működik, és hogy ezt így lehet otthon csinálni, és akkor elkezdett giliszta trágyát gyártani úgy, hogy elkezdte a használt kólás flakonokat összegyűjteni, azokat kimosogatni, és a kollégiumi szobájában giliszta trágyát gyártani, és közben mivel ugye az élet célsz, kitaláltatjátok, azt meg kell próbálni eladni, és elment a Walmartban, ami ugye egy gigacég, hogy ő neki akkor van ez az ötlete, és akkor szeretné ezt, és a Walmart meglepő módon azt mondta, hogy nagyon jó, akkor ő kér 6000 üveggel ebből most.
És akkor nekiálltak néhányan, és kézzel elkezdtek kimosott kóráspalacba betölteni giliszta trágyát, amit csináltak a kollégium szobájukban, és elkezdték felmatricázni, és nem tudom. És akkor ebből indult ez el, és ez most már egy olyan cég, ami ugyanezen az elven működik, rohadt nagy rendszereket üzemeltet arra, hogy hogyan lehet nagy mennyiségben hulladékot úgy feldolgozni, hogy ez valami hasznossá váljon, tehát hogy nem csökkentenek, ugye, hanem a létező hulladékkal próbálnak valami cigarettacsikkel, chipszel, zacskóval, ilyen dolgokkal. De, tehát a misszió ugyanaz marad, de hogy a legelje az volt, hogy kitárt valamit, hogy ez működik, de rájött, hogy végül is ezért nem adnának pénzt. És aztán belerakott nagyon sok nem szexi munkát, amit szintén el szoktak felejteni, vagy ehhez hozzátartozott az, hogy néhány hónapon keresztül lész a trágyát lapától a kórás üvegekbe, hogy aztán majd sikeres legyen, de hogy a misszió az volt, ugyanaz maradt. Aha. De és nem lett rosszabb attól, hogy pénzt adnak. Bocsánat, folytatom egy kicsit a kötözködést. Én is vagy... tudok kötözködni ezzel. Na, szíves, parancsolj. De akkor nem adtad kérdés, inkább előbb nem, én még a Lidós példához mondanám, hogy én veled kötözködnék, hogy oké, okay, nem volt misszió ebben a helyzetben, de lehet, hogy ez is egy cél volt, hogy ez a sok ember, aki dolgozott a Pédónál, mondjuk ne legyen munkanélkül. Kétségtelen, tehát hogy ez egy fontos szempont, mondjuk, hogy ezt biztosítsa, de ez egy nagyon más szemléletű gondolkodás, talán. De lehet, hogy nem. Tehát, hogy lehet, hogy ezzel teremt igazán közösséget. De akkor inkább egy apropó a plédó arra, hogy munkát teremtsen, és nem feltétlenül misszió. Oké. De a városi gyerek nem tud agyagozni, és az emberiség 64%-ig a városban él. Tehát a finom motorikus mozgást azt fejleszteni kell. Tehát ez egy gyönyörű kép, hogy kimennek a falu végére a gyerekek, és nézegetik a pipitért, meg a rigót, de hát az emberiség 64%-a nem nézegeti a pipitért, még a rigót. És viszont annyit megfordítanék, hogy a költséghaszonelemzés, ha profitról szabad beszélni, az élővilágban is jelen van. A fekete rigó is kombinál. Meg a klonál is növények, hogy hogyan terjedjenek, hogy lesz nekem jobb, hogy tudok hatékonyabb menni. Na jó, de nem fogyaszt túl. Ez igaz. Tehát ez szerintem azért egy nagyon nagy különbség az emberi vállalkozásokban, hogy itt ez exponenciális görbét azt nagyon szeretik, de az a természetben nem, tehát a természetben nincs exponenciális görbe. Ott mindig van egy olyan, aki aztán akkor jön valami, ami elkezdi belaposítani, és visszahúzza, hogy valaki nagyon kiugorjon a rendszerből, és hogy azért tök sokszor ez a, nem tudom én, most tök mindegy, hogy profit, vagy minek nevezzük, de hogy azért ez egy olyan gondolkodás, amit utána nagyon nehéz visszafogni. Tehát, hogyha ezen, úgymond, ezen a lejtőn elindul az ember, most így Facebook, tehát hogy így nem menjünk nagyon messze. Tehát azért a Facebook, amit ma csinál, az egy profit-orientált dolog, és egyszerűen teljes, most már szerencsére lehet róla beszélni, hogy egyébként milyen pszichoszociális károkat okoz. És egy eszköz, egy tök jó eszköz, mindenki használja, és tök sok pozitív dolgot is csinálunk bele, mert ezzel az eseményen se lennének emberek, ha nincs Facebook, mert itt a legkönnyebb ezt hirdetni. De hogy azért amúgy, hogy ez mit okoz az egész, vagy mit okozott akár a dopamin szintünkben, vagy bármiben, azt mikor fogjuk látni. Szóval, hogy ezek nagyon nehéz dolgok, tehát hogy itt nagyon sok minden beindul szerintem. Igen, csak szerintem, bocsánat, hogy szóval azért abban itt, tehát hogy ebben teljesen egyetértek, mert semmiképp nem akarnám túl idealizálni a vállalati világot, mert szerintem kellene. De hogy azért szerintem egyrészt az onnan indul, hogy erről kell beszélni tök sokat, és hogy amikor, hogy akik most majd elindítják a saját kis vállalkozásokat, azok mielőtt Facebookká válnak, így valahol legyen benne a fejükben, hogy valójában ők hatást gyakorolnak, de hogy szerintem pont annak a tudatosítása, hogy hatást gyakorlok mindenféle módon, azt hiszem az egész vállalkozói világban iszonyatosan fontos, és fontos lenne a nagyvállalatoknál is, hogy ezeket a hatásaikat tudatosítsák és felvállalják, és nem tudom, aminek egy része pozitív, és igen, egy része negatív, és azzal is tisztában kell lenni, hogy természetesen mindennek, amit csinálok, vannak ilyen meg olyan irányú hatásai a világra, csak szerintem az, ami így nagyon fontos, ha lejjebb vagyunk a Facebooknál, tehát a kis vállalkozói szinten, akkor tényleg ez a hatásgyakorlás, hogy csinálok valamit, amitől igen lehet, hogy
profitot termelek, vagy elveszek jobb helyről pénzt, de közben munkát adok a valakinek, de közben lehetővé teszek valamit, szóval hogy ez egy bonyolult rendszer, amit nehéz átlátni. Igen, csak jelenleg azért nincs a hatás elemzésben, nincs elég erőteljesen benne, hogy tényleg megnézzük a teljes környezeti, meg társadalmi hatását ezeknek a... Szóval én azt gondolom, hogy itt ez az, amiről kellene sokkal többet beszélni, hogy egy-egy akár, most tök mindegy, és tök jó legyen vállalkozás, de hogy az azért, annak azért milyen hatása lesz környezetileg, társadalmilag, hosszú távon is akár. Ez szerintem egy nagyon nehéz dolog. Szerintem én sokszor láttam azt, hogy születik egy jelentés, és aztán eltűnik. Tehát, hogy sajnos itt a tisztességfaktor az egy nagyon komoly tényező, és amit Cili mondott, arra tudok egy példát az állatvilágból, az ír óriás szaros azért halt ki, mert nagyon férfias akart lenni, hogy neki legyen a legnagyobb a lancsa, neki is lett, ehhez viszont 3,2 tonna szárazanyagot kellett évente fogyasztani, hogy meg legyen az agancshoz elég foszfor, meg kalcium, meg ilyenek, ezt már nem tudta abszolválni, és szépen kihalt. Tehát eljutott odáig, hogy ő volt a legnagyobb és a legerősebb. És ezen a ponton pár tízezer évvel ezelőtt kihalt, ami egy jó példa arra, ez a runaway evolution, a megszaladás a természetben, hogy nem tűri ezt a természet. A páva az rendben van, tehát hogy ő meg tudta tartani a határokat, de az író óriás szarvas, ez túlment. Bocsánat, erről eszembe jutott én most éppen, ami lehet, hogy csak félig meddig a csövid, de ezt most a napokban láttam, hogy Kanadában azt van egy medve, ami annyira készült a térre, és annyira kövér lett, hogy rájött, hogy ő el tudja tornaszolni azt a patakot, ahol a lazacok úsztak, hogy konkrétan azt csinál, hogy kinyitotta a száját, és beleúsztak a lazacok. És erre lehet látni egy videót, szerintem csodálatos. Nem tudom, hogy ez mennyire hatékony hozzá, de ő ezt csinálta. Bátrakat Ezek a példák, és hát itt lehet, hogy ez egy másik konferenciát, a természet és az emberi természetnek az össze az inkompatibilitása, hogy ez milyen hatással van a szemléletre, de a vállalkozásokban ez tényleg egy nagyon fontos szempont, vagy talán az egyik legfontosabb az a növekedés, és hogy hogyan kezeli hogy viszonyul a növekedéshez, mert ugye alapvetően az a vállalkozás, amelyik nem növekszik, az kihal. Tehát az bukásra van ítélve. Ugyanakkor, tehát ez a vállalkozás természetes, ez most mindegy, ebben most nem menjünk bele, de ezt a saját, tehát minden, ami ilyen helyzetben benne voltam, meg ti is, meg látjátok, hogyha valami működik, sikeres, akkor az lépésről lépésre egyre nagyobb és nagyobb lesz, mint hogyha nem lenne korlátja ennek a növekedésnek, tehát legalábbis az emberi természet, meg a stratégia tervezése, meg amiben vagyunk, azok ezzel nem kalkulálnak. Tehát én még olyan tervet nem láttam egyébként, se a Facebooknál, se a olyanoknál, amivel nekem volt dolgom, hogy azt mondjuk, hogy idáig elmegyünk, csak ott megállunk, csak ott vége, mert megint a költő, hogy eljött már a Kánál. Tehát ilyen nincs a vállalkozásban, mindig az van, és nem csak a múgóság miatt, de egyébként a vállalkozó szemléletből fogadva, és hogy az ember akkor mindig egyet tovább akar menni, mert van egy jó ötlete, mert még amit eddig meg belepakolt, abból valami automatikusan következik, és azt gondolja, hogy na, akkor azt még kipróbálom ezt. Tehát, hogy van egy ilyen növekedés, reítéltség, és az a kérdés, hogy ennek a növekedésnek hol vannak a határai, és tehát ilyen szempontból és tanulságos, vagy elemzendő, de nehéz ezt vállalkozási aspektusban érzi, de például mondjuk a Krétakör sztori, amiben nekem részem volt, tehát az, hogy a Krétakörnek vége lett gyakorlatilag, tehát hogy van egy vállalkozás, civil, stb. Ami egyszer csak azt mondja, hogy és akkor ez most ideig tart, tehát bizonyos szempontból ez életszerűbb, azt gondolom. Még akkor is, hogyha fájdalmas, meg de hogy egyszerűen jobb, tehát természetközelibb élmény, egyszerűen azt mondani, hogy valami eddig tartott, ezt most befejeztem, és megyek és csinálok valami mást. És szerintem ez is egy kérdés, hogy ehhez mire van szükség, hogy így tudjam élni az életemet, vagy így tudjak gondolkodni, hogy bizonyos dolgokat nem, tehát nem az, hogy van egy dolgom, és azt felfújom addig, amíg szét nem pukkan, vagy akkora nem lesz, hogy eltornaszolja az összes folyót, az összes lukán a lazacokat beeresztese, hanem hogy azt mondom, hogy ez most eddig tartott, és megyek, és csinálok, elkezdek valami mást, és akkor azt is lezárom, tehát szerintem ez az exponenciális, meg túlfogyasztásos emberi alaptermészetet valahogy így is meg kell próbálnunk challenge-elni, hogy lehet dolgokat elvárni, lezárni, és odébb menni, és újat kezdeni. Egyébként most, akik erről gondolkodnak, az fenntartható vállalkozás
hova légyen magasabb szinten, akkor ez a mondás, én ebben nem átfogálom most, hogy, de hogy nem, hogy a növekedés helyett fejlődésben, tehát hogy mások kéne értenünk a növekedést, és a növekedés az nem feltétlenül számosságbeli és mennyiségi, hanem minőségi, és nem tudom, és nevezzük fejlődésnek, és hogy akkor lehet az lehet ennek a megoldása, aztán ezt még alakul, hogy ezt hogy értik ezek azonos emberek a gyakorlatban, de hogy ez a felvetés. Igen. Bocsánat, Judit jelezte, hogy hozzászólna még. Talán inkább kérdés, mert kaptam a fejem azon a képen, amit Cecilia vetített ki, én is, mint civil szervezetből jövő ember, tehát lebegnek előttem ilyen ideális képek. Az a helyzet, hogy ambivalenciát látok abban az egész történetben, és mivel említetted a kis lépéseket, az a kérdésem, hogy mennyire hiszel-e abban, vagy higgyünk-e abban, hogy nagyobb léptékekben lehet haladni. Ugyanis mondjuk ide beülne 100 ember, és megkérdezné, hogy észrevenni az ügyfelem igényeit ennek Zsuzsa mondata kapcsán, megkérdeznék, hogy szeretnéd-e, hogy a Dunaparton sétáljunk meg olyan környezetnek, bármi legyen. 50, szerintem simán 50 azt mondaná, hogy igen. A másik 50 lehet, hogy azért nem mondaná, mert hát minimum 3 autójuk van otthon a családban, és akkor most képzeld el azt hiszem mindannyian álltunk ott a dugóban. Azt a forgalmat innen. De ebből az 50-ből is biztos vagyok benne, hogy az érveiddel 20-at mondjuk meg tudsz győzni. Ez 70, tehát hogy mondjam, hogy ezt a lehet, ezt az ambivalenciát, hogy tudod feldolgozni önmagadban, hogy mégis ne maradj a kis lépéseknek a mezején, hogy egyszer csak tényleg legyen valami, és ne egy napot kapjál meg a 365-ből, vagy pont fél napot, hogy ott sétálgassunk. És az, hogy a lehetőséget, meg a lehetetlenséget tárházom. Köszönöm, Judit! Hát egyrészt ez lehet, hogy el lesz bukva. Hát egyrészt lehet, hogy bukás lesz a vége, és azt mondom, hogy tényleg, hogy jó, hát eddig foglalkoztunk ezzel, nem sikerült csá. Tehát, hogy ez teljesen benne van ilyenkor. A másik pedig az, hogy ugye itt nem csak meggyőzésről van szó, tehát, hogy azért ahhoz, hogy ez a rendszer átalakuljon, mondjuk a rakpart, ahhoz azzal tisztában kell lenni, hogy ez nem csak annyiról szól, hogy ez a rakpartot most gyalogosok vannak-e, vagy autósok, hanem egy sokkal nagyobb rendszerbe illeszkedik, hogy milyen az agglomeráció közlekedése, tehát hogy rengeteg egyéb változó van, és hogy ami lehet, hogy fog változni, és hogy addig, ameddig ebben még van bármennyi lehetőség, hogy ez megvalósuljon, hogy egyszer csak gyalogos, rekreációs, zöld felület lesz a budapesti Dunapart, addig azt gondolom, hogy ezt így nem szabad feladni. És hogy lehet, hogy ez lesz, hogy nem fog sikerülni. Tehát, hogy kész. Még felhúzunk 3 atomerőművet a Dunapartra, és szóval lehet, hogy ez lesz, de amíg van bármennyi mozgástér, addig szerintem azon ötletelni kell, meg gondolkozni, hogy lehet ezt az egész rendszert olyan irányba mozdítani, amiről azt gondoljuk, hogy ez lehet, hogy jobb esetleg. Oké, köszönöm szépen. Köszönöm szépen a beszélgetést, nagyon, nagyon izgalmas volt, és sok minden, sok szempont került elő a beszélgetésben is. Nagyon érdekes ez az egész nagyban és kicsiben való gondolkodást egyszerre, tehát hogy látjuk ennek a különböző köreit, és a felelősségnek a különböző köreit, meg az egyén benne és a közösséget. Úgyhogy nagyon köszönöm nektek a tudásotoknak a megosztását, köszönöm azt, hogy kérdésekkel beszálltatok ebbe.